valamelyik este, mikor vadkelte, és azt hiszem kecel, és ilyen viharos volt, idő már egy kicsit régebben, 2-3 hete volt, és igazán vadkelte nem volt úgymond vihar, csak villámlott meg, dörgött az ég, és gyerekek lefeküdtek aludni, ez már fekvés időben volt, és akkor egy óra múlva nagyjából egyszer csak a Filipke szól hozzám, hogy szól, hogy apa, gyere ide. És akkor oda megyek hozzá, és mondja, hogy ő nem tud, hogy mert ő fél. És mondom, hogy hát nem kell félni, hát nincs semmi vihar, nem esik az eső, kicsit villámlik, de ő azért félt. És akkor mondja, hogy mondom neki, hogy tudod nagyon jól, hogy mi is itt vagyunk a másik szobában, tudod nagyon jól, hogy vigyázunk rátok, semmi gond nincsen, az Úr Jézus is itt van, tudod, és ő is megvéd téged, és nincsen semmi probléma. És mondja, hogy tudja, persze, de a kutyuskát ide hoznám, a szőrös kutyuskát, össze szokott bújni vele, hogyha fél vagy ilyesmi, akkor a kis kutyáját, ilyen kis szőrös kutyát, hát magához veszi, és összebújik vele, akkor már kicsit biztonságosabb neki. És akkor utána gondolkodtam azon, amikor már úgy elmentem, és ő is el tudott menni aludni, és el is aludt. Akkor gondolkodtam, hogy nem-e, hogy kicsit mi is ilyenek vagyunk az emberek, a hívő emberek is sokszor, hogy tudjuk, hogy az Isten velünk van, tudjuk azt, hogy az Isten mindenre képes, az Isten annyira szeret bennünket, hogy mindent ad nekünk, de azért bizonyos eszközök köz mégis nagyon szeretünk oda nyúlni, és nem akarok semmi témában most előhozni, hogy milyen témák lehetnek ezek. Tudjuk mindannyian, hogy milyen témák lehetnek ezek a témák. Istent tudjuk mi azt, hogy mennyire sokat segít nekünk, de nem tudjuk azt a 100%-os bizalmat ráadni és rátenni az Istenre, hogy igen, de tudjuk azt, hogy az Isten mindenre képes, és az Isten mindent annyira szeret bennünket, és annyira szeret téged és engem, hogy mindent meg tud adni, ami a szíved vágya, ami a szíved kérése. Nem egy X5-ös BMW-re gondolok, vagy egy ilyesmi, mert azt is meg tudja adni, de nem biztos, hogy azt fogja megadni. Viszont amire szükséged van, és ami a szíved vágya, ami annyira fontos neked, hogy az életedben egy szükséges dolog, abban biztos vagyok benne, hogy a hittel fordulsz Istenhez, meg fogja adni neked. És ebben a témában, amikor ezt láttam a Filipnél, hogy azért megvannak azok az eszközök, mégis ha az Úr Jézus vele is van, de azért az eszköz kell hozzá, hogy mégis jól érzze magát, és biztonságban érezze magát. Hát ebből gondolkodtam, és ebből jött a téma, hogy ez a hívő emberek is, és a gyülekezetnek a tagjai is olyan sokszor így állnak a bizonyos dolgokhoz hozzá, és én is talán, ha bár próbálok én is ebben hát tanulni és oktatódni, sokszor a mi hitünk annyira kicsike bizonyos témában, pedig nem olyan nagy dolgokról kell gondolni, hanem egész pici dolgokban is aggodalmaskodunk, pedig tudjuk azt, hogy az Isten ott van, velünk van, és megadja a szíved kérését, és megadja a szíved vágyát. És az az én kérésem most, és ebben fogunk majd kicsit talán imádkozni, és nem tudom, hogy fog alakulni az alkalom, mert hogy nagyon össze kell zsúfolni mindent. Abban szeretném, hogy imádkozzunk, hogy a mi hitünk tudjon az Istenben növekedni, és olyan sokszor látom azt, hogy egy egyszerű, szerény körülmények között élő ember sokkal hamarabb és sokkal jobban tud hinni az Istenben, mert ő megtanulta a hitet és a bizalmat az Istenben. Akik már az újkor szerint növekedtünk fel, sokkal nehezebb ez a téma, és sokkal nehezebb ez a bizalom az Isten felé, mert mindent próbálunk egyéb eszközökkel megkapni és kipótolni, amíg a hitet egy kicsit háttérbe és a bizalmunkat Istenbe egy kicsit hátrébb szorítjuk. Tanuljunk ezt, testvérek, és nagyon fontos, hogy a mi bizalmunk az Istenben 100%-os legyen, és talán 110 vagy 120%-os is legyen, mert hogy ez a hitünk, létünk alapja. Voltakat életre hívsz, nincs más Isten, nincsen más. Te ragyogod be az ét, te hozod el a reményt, nincs más Isten, nincsen más. Te vagy az Isten, aki nem élet, I'm
Szekrekben, azok lovakban bíznak, mi pedig az Úrnak, ami Istenünk nevéről emlékezünk meg. Amen. Így van. Amen. A forrásnál szívem mindig él. Ebben a nagy melegben ez is nagyon jó üzenet, ugye, jó érzés forráshoz menni, és a forrásnál felüldülni Jézus Krisztus és a mi Istenünk a forrás. Thank you.
nagyon-nagyon jó ez a szöveg, és az, az amit most utoljára mondtunk, hogy, hogy újra az ők, akinek álmodtál. Igen. Akinek Jézus megtervezett, Isten megtervezett, megálmodott, igen, azok lehetünk ő benne és ő általa. Igen. János evangéliumából kívánok igét olvasni. János evangélium a 8. fejezet, 30. versétől a 36. terjedő verseit a következőképpen olvasom. János 8, 30-36. Amikor ezeket mondta, sokan hittek benne. Így szólt akkor Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne. Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok. Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Azok azt kérdezték tőle, Ábrahám utódai vagyunk, és soha nem voltunk senkinek, szolgái senkinek. Hogy mondhatod hát, hogy szabadokká lesztek? Jézus így válaszolt nekik. Bizony, bizony mondom néktek, hogy aki bűn cselekszik, az a bűn szolgája. A szolga pedig nem marad a házban örökre, a fiú maradott örökre. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Nagy örömmel és szeretettel köszöntök mindenkit, aki belépett ebbe a hajlékba, aki valóban azért jött, hogy a szíve, a lelke összeérjen az Úr Jézussal, a Szentlélek által, az Isten jelenlétében, aki félretett mindent, minden akadályt, hőséget és különböző kifogásokat, amit tudunk mi találni bőven, hogyha azokat keressük, azért, hogy az élet forrásához, Jézus Krisztushoz jöjjünk. És ez nagyon jó és nagyon jó énekelni az Úrral együtt. Úgy gondolkodtam az ének szavain, szövegén, ahogy énekeltük, azt énekeltük, hogy újra az vagyok, akinek álmodtál. Hát igazán akkor leszünk azokká, ha találkozunk vele, ha átéljük bűneink bocsánatát, ha örök életet nyerünk. A szolgálatomnál fogva sok olyan emberrel találkozom, akik korlátozva vannak az ő szabadságukban. Nem azt tesznek, amit akarnak, nem oda mennek, ahova akarnak, és az ő számukra a legfontosabb kérdés, hogy mikor szabadulhatnak meg. Mikor érhet véget az a korlát, ami most olyan erősen ott van előttük, és akadályozza őket. A felolvasott ige, ez is arról beszél. Az Úr Jézusnak a szava egyik embernek, egyik embercsoportnak vigasztalás, bátorítás, öröm, a másik csoportnak rossz hír, szomorúság. Az előző csoporthoz való szavából a Jézusnak egyetlen egy mondatot olvasok. Én elmegyek és keresni fogtok engem, de bűnötökben haltok meg. Majd hazamentek, otthonaitokba olvassátok el ezt az egész fejezetet, János evangélium a 8. fejezetét. Ezt a mondatot az Úr Jézus azok felé, az emberek felé, a vallásos emberek felé intézte, akik nem akartak hinni benne és nem hittek benne. Nem ezzel a gondolattal akarok foglalkozni, hanem az utóbbival, amit felolvastam, ami vigasztalás, ami bátorítás. Először úgy kezdődött, hogy Jézus azokhoz szólt, akik hittek benne. Ez egy másik csoport. És hiszem, hogy ma úgy szólhat hozzád az Úr, akik hisznek benne. Hozzád, fiatalhoz, középkorúhoz, időshöz, egyaránt. Úgy kívánnám a szívemből, hogy úgy szóljon hozzád az Isten igéje, az Isten beszéde, mint aki hisz, aki bízik benne. Szóval az Úr Jézus, ha ti megmaradtok az én igémben, valóban tanítványaim. Lesztek, vagytok, maradtok. Olyan jó, és úgy tetszik nekem az az igei gondolat, amit úgy jelent ki az Isten igéje az Úr Jézusról, hogy ő a kezdet, ő a vég. Ő az első, utolsó, alfa, omega. És tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Nem változik. Amit ő kimondott, az úgy van. Amit ő megígért, az úgy lesz. Ez érvényes mindazok számára, akik hisznek, akik bíznak benne. És aztán Jézus egy kicsit tovább ment, és azt mondja, hogy azokhoz szólt, akik hisznek benne, akik bíznak benne, hogy a bűnnek van egy másik formája. Ők úgy hitték magukról, hogy ők soha nem követtek el bűnt, úgymond, hogy szolgáivá váltak volna.
És Jézus elkezdi egy kicsit mélyebben, közelebb vonni magához ezeket az embereket, barátkozni velük, és valamire rámutat a bűnnek a gyökerére, a mélyére. És azt mondja az Úr Jézus, hogy ha elkövetünk egy bűnt, akkor már annak szolgává, szolgáivá válunk. Anélkül, hogy tudatosult volna bennünk. És aztán rámutat valamire. Először csak azt mondta, hogy ha megismerjük az igazságot, az igazság szabadokká tesz bennünket. Bizonyos fokig, bizonyos dolgoktól, rossz szokásoktól, a viszonyulásunkhoz, Istenhez, de aztán tovább megy. A bűn szolgaságából és annak a terhétől, annak nehézségétől csak egyedül a fiú, Jézus Krisztus tud megszabadítani. És ez volt a legnagyobb hír, a legjobb örömhír azok számára, akik hisznek, bíznak benne. Akit a fiú megszabadít, az valóban szabad lesz. Kívánom, hogy úgy jöjjünk az Úr elé imádságban, hogy megvizsgáljuk életünket, magunkat, az elmúlt időszakot. Ha csak arra az időre gondolunk vissza, amikor volt az elmúlt úrvacsorai alkalom. Azóta mennyi minden történt velünk, mennyi mindenben engedtünk a csábítónak, a kísértőnek, mennyi mindenben becsapott bennünket, és a szolgáivá váltunk, és úgy jövünk a fiúhoz, Jézus Krisztushoz, aki azt ígérte nekünk, hogy nem károsztat, nem ítél el bennünket, aki alig várja, hogy kimondja számodra és számomra, megbocsájtottak a te bűneid, bennem, Jézus Krisztusban, az ő vérében, az ő áldozatában teljesen szabadokká lehetünk, és örökölhetjük a fiúságot, és átélhetjük, hogy új teremtés részeseivé lehetünk. Jézus Krisztus áldozatán keresztül hozzá tartozhatunk a nagy családhoz, és nem vagyunk kötelesek, adósok a testnek, hogy azt szerint éljünk, hanem élhetünk az ő dicsőségére, az ő akarata szerint, járhatunk szellemben, az ő vezetése alatt, az ő áldása alatt, és ellene állhatunk, és ellent mondhatunk a bűnnek, amit kívánok szívemből, számotokra, számomra, hogy bátorodjék a szívünk, jöjjünk a forráshoz, Jézus Krisztushoz, és kérjük el mindazt, amire szükségünk van. Kérlek. Három szívem ajtaját, hallgass meg, imám, tölts be szent szellemeddel, szomjazom te rád. Vágyom veled lenni, csak veled. Vágyom szerelmedre, Istenem. Fotók, kit átkarolt vagy én, nem számít ősz vagy néz, úgy vágyom, hogy vele
Én is nagy szeretettel köszöntelek titeket az Úr Jézus nevében. Isten igéjéből szeretnék olvasni két ige verset, egy János leveléből. Egy János 2, első 2 verset. Következőképpen hangzik Isten igéje. Én, fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek, és ha valaki vétkezik, van szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus. És ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világért is. János apostol eléggé idős agg atyafi volt már, amikor 90 után, 95 körül ezeket a szavakat írta, és bátran alkalmazhatta ezt a kedves megszólítást, hogy fiacskáim. Hogyha így csak egy pillanatig gondolunk erre, akkor mindig hálásaknak kell lennünk azokért, akik elődeink a hitben, az Úr útján való járásban, akik sok jó példával jártak előttünk, követendő példával, és szolgáltak közöttünk, mondja az ige is, hogy becsüljétek meg a ti elöljáróitokat, akik közöttetek szolgáltak, és engedelmeskedjetek nekik, hogy ne megkeseredve végezzék a szolgálatot, hanem örömmel. Mert ha örömmel végzik a szolgálatot, az fog használni nektek, az Isten népének, a gyülekezetnek. Hogy legyünk hálásak az idősebb testvérekért, szolgálattevőkért, akik előttünk jártak. Azt mondja János apostol, hogy fiacskáim, amiket mondok, amiket tanácsolok nektek, azokat azért mondom, hogy ne vétkezzetek. Hogy maradjatok meg a hitben, hogy maradjatok meg Jézus Krisztusban, hogy maradjatok meg azon az úton, amelyen elindultatok, nem is ilyen, hogy csak rátévedtetek erre az útra, hanem választottátok ezt az utat, történt ott valami a keresztnél, megtérés, újjászületés, odafordulás, mennyei átélések, megtapasztalások. A gonosz nagymester abban, hogy a jó dolgokat kiradírozza az emlékezetünkből. Látunk erre példát az Isten igéjében, amikor az Úr hatalmas kézzel hozta át Egyiptomból az ő népét és vezette. Már ott Egyiptomba is, ahogy megfette a fáraót és az Egyiptom népét, akik sanyargatták őket, és hogy milyen hatalmas csodák által kerültek át. És amikor a pusztába vándoroltak, és nem volt mit enniük, korgott egy kicsit a gyomruk, aztán szomjasak is voltak, lehet, hogy hasonló hőség volt ott is a pusztában, és akkor mindjárt elfelejtették azt a sok jót, amit Isten tett, pedig a Zsoltáros azt mondja, hogy áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Tehát kell néha beszélgetnünk a saját lelkünkkel, a 42. Zsoltárban is találunk ilyet, hogy miért csüggetsz el én lelkem? Miért nyughatatlankodsz bennem? Hát bízzál Istenben! És még újra, meg újra hálát fogsz adni neki az ő szabadításáért. Akkor jöttem az autóba, eszembe jutott az a kedves dal, amit régebben többször énekelt itt a dicsőítő csoport, hogy az Úré a dicsőség, az Úré a dicsőség, mindazért, amit tett. És sokszor elénekeltem ezt ott jó hangosan, egyedül voltam, menedzaj, nem volt semmi probléma, dicsértem az Urat, és a végén úgy átgondoltam, hogy már nem is úgy fejeztem be, hogy mindazért, amit tett, hanem mindazért, amit tenni fog. Mert hiszek benne, hogy ő tenni fog még nagyon jó dolgokat. Értem és érted. És hidd el, hogy te érted is, tesz az Úr jó dolgokat. Nagyon nagy vigasztalás számunkra az, hogy kapunk egy intést, egy hiteles atyafitól, amelyben az ő szándéka az, hogy az Isten népe ne essen bele különböző vétkekbe, de utána mégis azt mondja, hogy és ha mégis beleesne valaki valamilyen vétekbe,
van szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Ha ez nem így lenne, akkor nagyon nagy bajba lennénk, mert kicsoda tökéletes közülünk. Ugyan elmondta az Úr Jézus a hegyi beszédben, olvashatjuk is a Máté 5.48-ban, hogy legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok is tökéletes, de én, amikor úgy vizsgálom a saját életemet, akkor nagyon sok tökéletlen dolgot találok benne, lehet, hogy te is így vagy ezzel, és nagyon nagy bajba lennénk, hogyha nem lenne ez a csodálatos kegyelmi lehetőség, hogy ha beleesünk valami vétekbe, akkor van szószólunk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Dicsőség legyen az ő szent nevének, és hát ez az egyetlen egy hiteles szószólás és közbenjárás van az Atyaisten színe előtt, tehát egyéb segítségeket fölösleges igénybe venni, mert sem az ilyen nevű, sem az olyan nevű szent nem tud értünk közbenjárni, hanem van szószólunk az Atyánál egy valaki, az igaz Jézus Krisztus. És ő jogosan szól közbe, és jogosan jár közbe mi érettünk, és szószólunk nekünk az Atyánál, mert azt olvassuk, hogy ő az engesztelő áldozat a mi vétkeinkért. És nem csak a miénkért, hanem az egész világért is. Ez nagyon nagy dolog, hogy ő engesztelő áldozat lett. Amikor eljött az Úr Jézus megkeresztelkedni Keresztelő Jánoshoz, akkor Keresztelő János rámutatott, és azt mondta, ímé az Istennek báránya, aki elveszi a világ bűneit. A bárányra, ha bibliai szempontból gondolunk, akkor mindig az áldozat jut az eszünkbe, és hát általában a báránynak a természete is, amit elég érzékletesen leír Krisztus halála előtt 700 évvel Ézsaiás próféta az 53. részben, hogy mint jó vitetett a mészárszékre, de az ő száját nem nyitotta meg az őt nyírók előtt. Tehát azt mondja itt János apostol nekünk, az Úrtól való kijelentésben és az Úr Jézussal való járásban megismerve az igazságot, hogy ő, azaz Jézus Krisztus, engesztelő áldozat lett a mi bűneinkért. Ő ezért meri ajánlani azoknak, akik felé szolgál, hogyha elbuktál, akkor fuss az Úr Jézushoz, mert ő szószóló az Atyánál, mert ő lett engesztelő áldozat a mi vétkeinkért, és ő rajta keresztül ma is működik az, hogy oda lehet jutni a megbocsátásnak a helyére, az engesztelésnek a helyére, és rendbe tud jönni a dolog. Dicsőség legyen Istennek érte. Ahhoz, hogy egy kicsit jobban megértsük, hogy miről is van szó, amikor azt mondja, hogy engesztelő áldozat a mi bűneinkért, egy kicsit az ószövetségi áldozatokra kell gondolnunk, és hogyha az ószövetségi áldozatokra gondolunk, akkor az ószövetségi áldozatoknak egy eléggé meghatározó része arra irányult, hogy Istentől engesztelést szerezzen. Ugye volt dicsőítő áldozat, volt hála áldozat, első zsengének az áldozata, de az áldozatok között szinte a meghatározó része az mindig arra irányult, hogy az engesztelést elérhesse valaki, hogy megkaphassa, hogy elnyerhesse az engesztelést. Tehát az engesztelés megszerzésére irányult, és ha valaki olvassa a három Mózesben az áldozati törvényeket, ahol általában leszokták tenni a Bibliát azok, akik nem tudják, hogy az új szövetséggel kell kezdeni, ott általában megakadnak, mert az nehezen tudják átrágni magukat, de ha valaki úgy mégis végigolvassa, akkor egy visszatérő momentum mindig megjelenik. Egy ilyen mondat nem mindig pontosan ugyanígy, de az eseteknek a legtöbb részében, hogy engesztelést szerezzen néki a pap. És ez legalább 70-szer le van írva ott az áldozati törvényeknél, hogy odavitte az ő áldozatát, rátette a kezét az állatnak a fejére, megvallotta a bűnét a papnak, a pap pedig megölte, utána ment a vérével az oltárhoz, és hogy így végezte el a szertartást, hogy engesztelés szerezzen annak az embernek a pap. Ugye, és amikor a nagy engesztelési áldozat volt az egész népért,
akkor pedig az egész népért ölték meg a bárányt, és akkor ugyanúgy a pap bement annak az állatnak a vérével, a szentek szentjébe, legbelülre, és a kegyelemnek a felelére odahintett, és meghintette a fridládának a tetejét, amelynek a tetején ott voltak a kérubok az ő szárnyaikkal, és a tekintetük oda esett a kegyelemnek a felelére, arra a részre elől, ahol meg lett kenve vérrel, és ennek egy csodálatos jelentősége van. Ugye azért a ládának a fedelét azért nevezzük kegyelem fedelének, mert oda került az engesztelő vér, és így Isten azon a véren keresztül tekintett az ő népére, mert magában a ládában törvénytáblák voltak, amelyek azt mondták, ez se tedd, és ez cselekedd, és ez cselekedd, stb. Tehát onnan a törvény kiáltott kifele, hogy bűnös vagy, halálra vagy méltó, halálra vagy méltó, halálra vagyok méltó. De amikor a Fridláda fedelére, ott, ahol a kegyelem fedele volt, ahol megkente a főpap vérrel, akkor a mindenható a véren keresztül tekintett, és akkor már nem ugrott ki onnan a törvény, hanem látta, hogy be van fedezve a vérrel, és tudjuk, hogy ez egy csodálatos előkép volt az Úr Jézus Krisztusnak a halálára, hogy ő az engesztelő áldozat, hogy ő lesz az engesztelő áldozat. Hogy engesztelés szerezzen néki a pap, ugye az ószövetségi rendtartás szerint csak a pap volt az a személy, akin keresztül a hétköznapi ember, vagy az izraelita Istennel kapcsolatba kerülhetett. Az oltár volt a találkozási hely, ahol lehetett találkozni Istennel, és a pap volt az a közbenjáró, aki ezt az engesztelő szolgálatot végezte, hogy közben járt Isten és a bűnös ember, a megtévedt, bűnbe jutott ember között, és elvégezte azt az engesztelési szertartást, amit a törvény előírt, hogy aszerint az ember megszabaduljon. Aztán jött egy következő kegyelmi időszak, amivel vagy tudott jól élni, vagy nem, beleesett egy újabb bűnbe, akkor újra elhozta azt az áldozatot, újra megvallotta, hogy már megint vétkeztem, akkor a pap újra közben járt, érte, elvégezte a szertartást, és akkor egy időre újra megszabadult, és hát ez ismétlődött egészen addig, amíg egyszer csak megjelent a jövendő világnak a papja, a főpapja, a Melkisédek rendje szerint való főpap, Jézus Krisztus, aki az igazi áldozatot mutatta be, engesztelő áldozatot, olyan engesztelő áldozatot mutatott be a kereszten, ami kielégítette Istent. Miért tudta megszerezni Jézus Krisztus az egész világ számára az engesztelést? Azért tudta megszerezni, mert elviselte az Istennek a haragját. Isten nem a fiára haragudott, hanem a bűnre haragudott, és a haragja a bűn miatt volt. Isten igéje beszél erről, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem hisz az Isten fiába, azon az Istennek a haragja marad rajta. Tehát Isten nem az emberekre haragszik, a bűnre haragszik. Az álnokságra, a gonoszságra, az sérti az ő szentségét, az ő tisztaságát, és Jézus Krisztus zokszó nélkül, úgy, ahogy az előre megírta Ézsaiás róla, ő elszenvedte az Istennek a bűn miatti haragját. És ebben az is benne volt, hogy azt is érezte, hogy most az Atya elfordította az ő tekintetét róla. Miért? Mert rajta volt az egész világnak a bűne. Erről ír Ézsaiás, útált és megvetett volt az emberektől. Mi azt hittük, hogy bűnös, meg azért ostoroztatik, mert a saját bűne rajta van, és közben a mi bűneinket vette magára, közben a mi gyarlóságainkat vette magára, közben a mi betegségeinket vette magára, és azokat vitte fel a fára, hogy engesztelés szerezzen az Istennek a színe előtt mi életünk. Beszél erről a Zsidókhoz írott levél 9. rész, 11-12-t olvasom. Krisztus pedig megjelenvén, mint a jövendő javaknak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb, nem kézzel csinált, az a,
azaz nem e világból való sátoron keresztül, és nem bakok és tulkok vér által, hanem az ő tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve. Tehát itt eléggé világossá teszi előttünk Isten igéje, hogy a jövendő javaknak a főpapja, Jézus Krisztus, nem földi állatok, bikák, bakok, tulkok vérével, hanem a saját vérével, tehát, hogy ő maga lett az engesztelő áldozat. A saját vére által, a saját szenvedése által lett az engesztelő áldozat, és nem abba a sátorba ment be, szent sátorba, vagy a Salamon által felépített templomba, ami látható volt, hanem egy sokkal magasabb rendű templomba, aminek az alapján megépült a sátor is, és aminek alapján megépült a templom is, mert hogy Isten megmondta Mózesnek, hogy vigyázz, hogy mindent aszerint építs és készíts el, ahogy a hegyen megmutattam neked. Tehát amikor 40 napig fent volt Mózes a hegyen, akkor Isten bemutatta neki, hogy hogyan néz ki a mennyei szentély, a mennyei szentek szentje, hogy mik vannak ott. Ezért valaki egyszer kérdezte, hogy hol van most a frigyláda? És hát ugye a kérdezett pásztor azt mondta, hogy hát fent a mennybe. Ott biztos, hogy van egy, hogy a másik hova került, arról sokféle elképzelés van, de hogy van egy megőrizve az eredeti, az igazi, tiszta szín aranyból, és meg fogjuk majd ezt látni, az Istennek az országába minden bizonnyal, mert hogy az ott van, mert mindent arra a mintára. És azt mondja itt a Szentíró, hogy az Úr Jézus ebbe a mennyei szentélybe ment be. Te érted, és én értem. Te érted, és én értem. Azért, hogy engesztelést szerezzen számodra és számomra. Dicsőség legyen az ő szent nevének. Megnéztem, hogy az értelmező kézi szótár mit hogyan definiálja az engesztelést. A magyar értelmező kézi szótár azt mondja, kibékít, elfordítja a haragot, megbocsátást eszközöl ki, lecsillapítja az indulatot, zárójelbe dühöt. Ugye itt emberek közti kapcsolat van, és hát még egy kicsit úgy is fogalmaz, hogy ráveszi a másikat, hogy bocsásson meg. Na hát Istent nem igen lehetne semmire rávenni, ugye, de hogyha valaki olyan dolgot tesz, ami az Isten gondolata szerint, az ő terve szerint való, és ezt tökéletesen hajtja végre, akkor az tetszik Istennek. És akkor őt nem rászedni kell. Jézusnak nem rászednie kellett az atyát, hanem Jézus tökéletes áldozatot mutatott be. Ő maga volt ez az áldozati bárány. Ő maga lett az engesztelő áldozat, az áldozati bárány, aki a tökéletes minden törvényi előírásnak megfelelő volt, és ez az áldozat tetszett az atyának. Tetszett az atyának, mert hogy a bibliai értelembe vett engesztelésnél mindig arról van szó, hogy az engesztel az azt jelenti, hogy helyreállítja az Isten és az ember közötti kapcsolatot. Ez pedig nagyon fontos. Sok-sok-sok-sok évvel ezelőtt még én is elmentem az ifjúsági táborba, nem csak azért, hogy szolgáljak, meg felelőse legyek bizonyos területnek, hanem azért is, hogy a gyerekeimet is vigyem magammal. Most már az ő gyerekeik nőnek abba a korba, hogy ott részt vegyenek, az unokáink. És tetszett, ott volt egy nagy plakát, ami nagyon jól jelképezte, hogy hogyan is történt az emberrel a dolog, hogy volt az Istennek a területe, meg volt az embernek a területe, és közte volt egy ilyen átjáró rész, és egyszer csak belekerült egy gyümölcsutka. Hát alma csutkának volt, de hát a Szentírás sehol nem mondja, hogy alma volt az a fa, ami a jó és gonosz tudás fája. Nagy előszeretettel még teológusok is beleesnek ebbe a hibába. Én mindig azt szoktam mondani, a jó és a gonosz tudásának a fája, nem volt megírva, hogy milyen gyümölcs. Mindegy, a lényeg az, hogy belekerült a csutka. Aztán a következő képen már az látszott, hogy egyre több minden került bele ebbe az átjáróba, és a végén teljesen eldugult,
és a legvégén volt egy nagyon jó rajz, ott pedig arról volt szó, hogy valaki, egy férfiú felhúzott magára egy Jézus nevű pólót, és átmászott a kerítésen az ember oldalára, és elkezdte onnan kitakarítani ezt az átjárót, és utána újra megnyílt az Isten és az ember között a kapcsolat. Nagyon szemléletes volt, ez így megmaradt bennem. Egyszer-kétszer már elmondtam, remélem, hogy itt nem sokat szóra halljátok ezt a történetet tőlem, de annyira megkapó, hogy tulajdonképpen Isten és az ember közé odaékelődött a bűn. A bűn. Ézsaiás 59 azt mondja, hogy nem az Úr keze lett rövidebb, nem az Úr szeme nem lát már olyan messzire, még a hallásával sincsen semmi probléma, hanem a ti vétkeitek és bűneitek választanak el titeket Istenetektől. És erre kellett megoldást találnia a mindenható Istennek, hogy a bűn miatt tőle elszakadó ember újra kapcsolatba kerülhessen ő vele. Ezért volt szükség arra, hogy legyenek közbenjárók, akik ugye a törvény szerint elvégezték, a proféták is közbenjárók voltak, akik profétai imádsággal, profétai cselekedetekkel jártak közben az egész népért, az Istennek a színe előtt, és éppen azért, hogy az Isten haragja elforduljon, hogy Isten megbocsássa, és hogy a kapcsolat helyreálljon. Biztos, hogy nagyon nagy szükség van arra, hogy az emberek között szülő, gyermek, unoka, nagypapa, stb. Testvér és testvér, hívő testvér, férj és feleség között is a kapcsolatok mindig helyreálljanak. Ez nagyon-nagyon fontos. A legtöbbször az ördög oda szereti betenni a lábát a kapcsolatokba, mert ha minket el tud választani egymástól, éppen nemrég olvastunk a feleségemmel egy könyvet, egy hölgyről, láttuk azt a filmet is, egy közbenjáró hölgyről, aki írta ezt a könyvet, és ő azt mondja, hogy ha én ördög lennék, akkor ezt és ezt és ezt és ezt csinálnám veled. És tulajdonképpen elmondja a dolgokat, hogy nagyon sokszor mi beleesünk abba a hibába, hogy mi csináljuk az ördögnek a dolgát. Például ő azt akarja, hogy békétlenségben legyünk a testvéreinkkel, akkor mi elkezdünk súsárolni, meg stb., és akkor már is kialakul a békétlenség. Tehát csináljuk az ördögnek a dolgát. Hát ne csináljuk már az ördögnek a dolgát. Inkább végezzük az Istennek a munkáját, mert az Istennek a munkájából jó származik. Nem elválasztódás, nem kapcsolatok romlanak meg, hanem helyreállnak, meggyógyulnak. Nagyon-nagyon fontos, hogy az Úr Jézus Krisztus engesztelő áldozata egyetemes, de csak személyes hittel realizálódik. Tehát ez éppen olyan dolog, hogy valaki kaphat akármekkora összegről, ugye Amerikában ez nagyon régóta dívott, mi nálunk nem, igen, meg talán most már nem is szükséges, hogy csekket írjunk, de régen úgy volt, hogy valaki ráírt a csekre egy bizonyos összeget, és az az illető, aki ezt megkapta, akkor juthatott ehhez az összeghez hozzá, hogyha bement a bankba és beváltotta. Tehát attól nekünk nem kell félni, hogy aki bennünket akar ajándékozni, annak nincsen fedezete a másik oldalon, mint ahogy előfordult az ilyen csekkhamisításoknál, hogy valakinek fizetési kötelezettsége volt, odaadta a csekket, csak éppen nem volt a számlája fedezete arra, hogy kielégítse azt a tartozást. Tehát ilyentől nekünk nem kell félni Istentől, mert ő gazdag, és az ő tárházai kifogyhatatlanok, ő meg akar gazdagítani bennünket, de csak a személyes, Jézus Krisztusban való személyes hitáltal realizálódik ez az engesztelő áldozat. Tehát az Úr Jézus lett maga az a bárány, áldozati bárány, aki engesztelésül felajánlotta önmagát azért, hogy az atyának a haragját lecsillapítsa azzal a bűnnel kapcsolatosan, amely téged meg engem fogva tartott. És így lehetőség nyílt arra, hogy aki jön a kereszthez, és ott bevallja, hogy bűnös vagyok, és kimondja, hogy szükségem van rád, Úr Jézus, és hogy mennyei atyám, a te szent fiad áldozatáért, bocsáss meg nekem, akkor az átjáró újra szabad lesz, és szaladhatunk és futhatunk az atyához, hogy átöleljük őt, és hogy ő is átöleljen bennünket, és azt mondja, kedves tékozló fiam,
Már olyan régen vártam erre, hogy ide fuss hozzám. Tehát, és ő engesztelő áldozat lett a mi bűneinkért, és az egész világért. És amikor mi átéltük, és átéljük, és újra átéljük, hogy az ő engesztelése még ma is működik, hogy még ma is működik, mert közben is tud járni mi érettünk az atyánál, akkor ez ok arra, hogy megosszuk a többiekkel, mert hogy az egész világért engesztelő áldozat lett. És akik ma még a bűneik rabságában élnek, azoknak hirdethetjük ezt a drága örömhírt, hogy Jézus Krisztus, ő az engesztelő áldozat, ő a megoldás, ő benne kell hinni, el kell fogadni az ő kereszthalálát, az ő áldozatát, az ő helyettesítő áldozatát, hogy én az ítélet helyén álltam, és Jézus odaállt, és az én helyemre állt, és így felszabadultam az ítélet alól. Dicsőség legyen Istennek ezért a hatalmas szeretetéért, kegyelméért, hogy az ő fiát küldte, hogy ő legyen engesztelő áldozatul, és olyan tökéletes áldozatot mutatott be, ami minden tekintetben a mennyei atya igényeit kielégítette, és elfogadta az Úr Jézusnak az engesztelő áldozatát, és így megnyílt az út számodra, számomra, mindannyiunk számára, hogy Isten gyermekei maradjunk, hogy ne vétkezzünk, de ha beleesnénk, akkor tudjuk, hogy hova kell futni, a keresztövéhez kell futnunk, bűnbánatot kell tartanunk, kiáltanunk kell az Úrhoz, és ő megszabadít. Nyilvánvaló, hogy az egész hívő életünk nem a bukdácsolásból kell, hogy álljon, mert jön a Szentlélek, és megerősít bennünket, és hatalmasan meg tudunk erősödni a Szentlélek által a belső emberben, és tudjuk cselekedni az Istennek az akaratát, amelyeket ő előre elkészített, hogy járjunk azokban az ő neve dicsőségére. Áldjon meg az Úr Jézus mindannyiunkat, maradjunk meg az Úrban, és legyünk hálásak az ő csodálatos engesztelő áldozatáért, és tudjuk, hogy ennek még ma is van kihatása mindannyiunk életére. Amen. Yeah.
Korintusiakhoz írt levél 11. fejezet 23. versétől. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti éretetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsorált, és ezt mondta. E pohár, am az új szövetség, az én vérem által, ezt cselekedjétek. Valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki anélkül eszik és iszik, hogy megkülönböztetni az Úr testét más eledeltől, ítéletet eszik és iszik önmagának. Ezért erőtlenek és betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg számosan. Mert ha mi magunk elítélnénk önmagunkat, nem esnénk ítélet alá. De amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt el ne ítéltessünk. Amen. Sokat hallott igék ezek, és sokszor elolvassuk, vagy majdnem minden alkalommal az úrvacsai alkalmunkon, amelyben a közösségre vagyunk meginvitálva, mégpedig egy felelős közösségre. Ahogy mentem ma Vadkertre a rádi családért, a testvéreinkért, nagyon kókadtak a kukoricák, olyan szomorúak, és olyan kiáltanak a vízért. És amikor körülnézek a lelki élet pályáján, ott is gyakran látok ilyen állapotokat, amikor nincs jó közösség, nincs élő közösség, nincs táplálkozás, nincs betöltekezés Isten drága lelkével, és ilyen megfáradás, kókadás van. Aztán egyre inkább megszokjuk már gyülekezet nélkül. Köszönöm, hogy ti most itt vagytok, és dönthetünk a közösség mellett, mégpedig az értékes közösség mellett, az egymás vállalása mellett és a Krisztus vállalása mellett. Erről szól ez az alkalom, erről szóltak az igék. Gyertek, lakjuk be gyakorlati módon is, és kérem, hogy is áldja meg a számotokra ezt a úrvacsorai közösséget. Mindenki velünk úrvacsorázhat, mindegy, hogy melyik egyházhoz, gyülekezethez tartozik, hogyha a szívében rendben vannak ezek a feltételek, és bemerítkezett újjászületett alá testvérről van szó, akkor velünk úrvacsorázhatsz ezen az alkalmon. Aki nem úrvacsorázik velünk, kérem, foglalja el a helyét. Atyán, kérünk, áld meg ezt a kenyeret, amit most körbe viszünk, körbe kínálunk. Valóban igaz, hogy mi is az Úrtól vettük, amit csak továbbadunk, és hogy ebben a felelősségben szolgálhatunk. Tudjuk, hogy te vagy az, aki a legtöbbet adtad és szolgáltál felénk. Urunk, hogy legyen ebben élet, ahogyan a te igéd mondja, hogy aki eszi és issza, abban van az élet. Kérünk, hogy hadd részesülhessünk, hadd táplálkozhassunk ebből a csodából, ebből a titokból, amely a te bölcsességed az életünkben. Amen.